Képzeljétek el, amikor ezt az intrót veszem fel, akkor november 27-e van, ami azt jelenti, hogy pontosan 2 éve érkezett meg Tobi ebbe a lakásba hozzám, úgyhogy az intró helyett mutatnék egy pár kiskori felvételt erről a csodás napról, csak hogy emlékezzünk arra, hogy ő is volt pici, és hát hogy felelenítsük azt, amikor 2 éve ide került, majd pedig belekezdünk a mai videóba. Bopszi kutya. Hát szevasz te. Hát mit van neked? Na mutasd, gyere, hozd ide nekem, hozzad. Ilyen szép kutyád van, igen. Igen, ilyen szép kutyád. Azaz. Na, hát hellóztok, sziasztok mindannyian. Üdvözlök mindenkit ebben az új Tobi vlogban, amiben kaptunk egy csomagot Tóbiással. A mai reggeli séta után úgy gondoltuk, hogy ki is bontanánk ezt, és bemutatnánk nektek, hiszen egy elég izgalmas dolgot kaptunk. Ez mi, kaptunk egy csomagot. Tobi Treat Cam. Hát ez egy olyan dolog, Tóbiás, amivel nagyon sok kaját fogsz kapni. Éhes a Bopsi? Igen, igen, éhes vagy? Jajaj, futunk! Figyelj, mostantól nem ott kapod mostantól a kajádat, nem menj oda a tányérodhoz. Nem kell oda menni a tányérodhoz, Bopsi, mostantól itt fogod kapni a kaját, nézd csak! Tobi Treat Cam! Hát bontsuk is ki, Tóbiás, mit szólsz hozzá? Mehet? Na gyere, akkor ülj ide mellém. Hát nézzük, Bopsi, mit van. Nézzük, ezt a tódort most eltesszük, jó? Egy picit, gyere ide. Jó, van, megsimogatjuk. Megsimogatjuk ezt a szép kutyát. Mint ahogy mondtam, kaptunk egy csomagot, és elvileg tudom már előre, hogy mi lesz ez pontosan, de mindjárt megnézzük azért együtt. Egy automata jutalomfalat osztó, amit a messziről is tudok vezérelni, ami, ahogy látjátok, kamerával van felszerelve, hogy messziről szemmel tudjam tartani a Tóbiást, hogy éppen mit csinál, amikor nem vagyok itthon. Itt pedig, úgy ahogy van, kilöki a jutalomfalatot, így kiköpi. A mai videóban Tóbiással együtt el fogjuk letesztelni minden funkcióját, úgyhogy Tóbiás! Te miért mentél most oda-vissza? Hát kell lesz a videóhoz. Smacisztok? Bekaptad az egész orrát? A tódornak az egész orrát? Szabad hozzá nyúlni? Szabad hozzá nyúlni az úrhoz? Szevasz! Na gyere, nézd csak! Ezt figyelj! Ez mi? Egy jutalomfalat adagoló. Tetszik? Tetszik? Kipróbáljuk? Tetszik? Tetszik neked, igen? Na figyelj, hát úgy látom, hogy neked ez tetszeni fog azért. Elvileg ezzel setupoltuk is. Le kell töltenünk egy alkalmazást, úgyhogy mindjárt le is töltjük. Nos, és egy picit pihentünk, közben én összepárosítottam, ahogy látjátok, már látjuk a képét, tehát ahogy én most elsétálok előtte, mindjárt látszódik, tehát már látszódik, hogy aktiválva van az eszköz, illetve ha megnézitek, ott van a Tobi, így a tódornak a seggén fekszik, és itt a Tobi a tódornak a seggén fekszik. Most azt próbálom beállítani, hogy 130 fokos a kamerának a szöge, és hogy kb. A kanapé is benne legyen, de még az ő ágya is. Úgyhogy ha így megnézzük, benne van a kanapé is, ahol éppen most van a Tobi. Úgyhogy így jók vagyunk, mert lefedjük innentől ezt a távolságot egészen addig a radiátor végéig. És hát általában szerintem a nappaliba szokott lenni a Tobi, ha csak nem a konyhába, de inkább a nappaliba, mert itt van az ágya. Úgyhogy ki is próbáljuk igazából. Fel lehet venni memóriakártyára videókat, tehát tudja tárolni is a felvett dolgokat. Lehet beszélni a kutyával is, úgyhogy ezeket a funkciókat mind ki fogjuk próbálni ebben a videóban. És ami a legfontosabb, az, hogy Tobinak kaját is tudod adagolni, viszont ahhoz be kell tölteni ugye kajával, így, és ide kell betenni a jutalomfalatot. Na most ahogy látom, a memóriakártya is ide került, de hogy mekkora jutalomfalat fér ebbe bele, azt nem tud. Ott van a jutalomfalat mérete, hogy mekkora fér abba bele. Hát nem biztos, hogy lesz nálunk most ilyen jutalomfalat. És hát a kajája az ekkora, úgyhogy ezt szerintem nem fogja kilőni, mert ez túl nagy neki, de mindjárt megnézzük, hogyha bedobom. Biztos, hogy nem megy az ott le. Úgyhogy ez túl nagy neki, ezt odaadom, Bopsi. Most én vagyok még a jutalomfalat adagolód, aztán pedig az lesz a jutalomfalat adagolód, jó? És én itt is hagylak. És nem is kell lesz nekem többet. Nem is figyelek már rád. Jó? Én itt hagylak. Elmegyek, világgá megyek. Te megmaradsz itt. Vigyázz a házra.
felvágtam az ételét, a száraz eledelét kisebb darabokra, tehát egy ilyen nagy darabot vágtam négy felé, és ezeket bele fogjuk tölteni a jutalomfalat a dagolóba. Jó, ezt itt eltekerjük. Nos, bóbitás, trombitás. Figyelj, lenne egy dolgunk, amit ki kéne próbálni. Teletettem azóta, mióta elmentél ezt a kamerát. Az a lényeg, hogy most kipróbáljuk, hogy hogyan is működik ez a jutalomfalat adagoló, és hogy van-e egyáltalán haszna, és hogy lehet-e használni. Itt, ahogy mondtam, három dolgot kell kipróbálnunk. Először is az, hogy tényleg tudja adagolni a jutalomfalatokat. Másodjára az, hogyha elmegyünk itthonról, akkor látjuk el Tobit, hogy mit rosszalkodik. Illetve harmadjára az, hogyha elmegyünk itthonról, akkor tudunk-e a kutyával beszélni. Mielőtt elmennénk, nézzük, hogy adagolja-e tehát a jutalomfalatot. Itt van az alján egy ilyen kis csirkeláb, vagy csirkecomb, és ezt kell így felfele pöccinteni, hogy adja a kaját. Na most el is indítom ezt a recordingot azon a kamerán, és most felhúzom ezt itt, figyeljétek, felhúzom, és elvileg kéne, hogy induljon a jutalomfalat adagolás. Tobi már nézi, furcsán nézi. Na, ez hogy fog működni, Bobsi? Mi lesz? Hát ez nem lőtt ki semmit. Na, az első besült. Próbáljuk meg még egyszer. Aha, most leesett a jutalomfalat, úgyhogy ezt most ki fogja lőni, és így, ha jól láttam, csúszliba fogja kilőni. Hátrahúzza, Tobi furcsán nézi, és kilőtte valahova. Hol van, keresd! Keresd a juti falatot! Nyitj csak! Hol a juti falat? Nézzük meg lassítva, hogy ez hogyan működik, mert eddig nem sokat láttunk a kilövésből. Nos, hát el kellett jönnöm egy forgatásra gyorsan, viszont még mielőtt bemennék, nézzük is ezt a programot. Nézzük, mit csinál a Tóbiás. Meg is nyitjuk, és hogy mit látunk, az pontosan ott van a Tóbiásunk, de mindjárt kipróbáljuk azt, hogy akkor most hozzászólunk, és akkor megnézzük, hogy mit reagál Tobi. Először próbálom ki, úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi lesz, meg hogy egyáltalán hallani fog-e, mert azért vagyok belőle szintén, szerintem, hogyha nem vagyok ott személyesen, akkor nem biztos, hogy felfigyel a hangomra, de mindjárt megnézzük. Ott van Tobi, és bekapcsolom itt a odamenő hangot, és akkor olyan, mintha beszélnék vele. És bekapcsolom. Szevasz, Bobsi! És felnézett. Hát szevasz, kiskutyám, hát hogy vagy? Gyere! Gyere ide! Na, ide tudom hívni szentetek? Gyere, Bobsi! Azaz, jól van. Okos vagy. És most, hogy ilyen okos volt, így tudok jutalomfalatot adni neki. Tessék! Figyeljetek! Elvileg most húzza vissza, csúzli magát, és mindjárt kilövi a jutalomfalatot. Bobsi! És adom a jutalomfalatot. Figyeljetek! Ott a Bobsi. Meg beállítottam egyébként azt is, hogy minden egyes alkalommal, amikor mozgás van otthon, akkor vegye fel a mozgás utáni egy percet. És ebből is lesznek szerintem vicces pillanatok, úgyhogy megnézzük, hogy este mit fog csinálni Tobi, mert este is felveszi a mozgásokat ilyen éjjellátó kamerával, illetve megnézzük, hogy most mit csinált, amíg én nem voltam otthon. Most értem haza, és csak így ránéztem, hogy vajon mit csinálhat most Tóbiás, és megláttam, hogy rosszalkodik, ugyanis a kanapéra felfeküdt, amit elvileg csak akkor szabadna neki, hogyha megengedem. Hát most nem. Ahogy látjátok, most nem. Most ő úgy döntött, hogy én megengedtem neki, úgyhogy most rászólunk csúnyán, hogy takovan lefele, amíg apja meg nem érkezik. Mit csinálsz te ott? Egyből felnézel. Te mit csinálsz ott? Menjél lefele! Bobsi, menjél lefele! Lefele! Azaz, szuper! Kapsz is egy jutifalatot! Hopp, most kirepült! Most kirepült a jutifalat, látszódott a képen, de Tobi nem aktivizálja magát. Na most megnézzük, hogy hány jutifalat van a földön mindjárt. Hát szevasz te! Hát szia!
Hát miót? Miót csináltál itt? Hát rád szólt az édesapád messziről? Láttam ám, hogy itt fetrengtél, itt voltál, ugye? Ott voltál, mi? Szabad neked ilyet, hogy így felugrassz a kanapéra? Szabad neked ilyet? Van egy... Ott is van egy... Bobszi, ezt miért nem etted meg? Na, és akkor most következik a nagy ellenőrzés, Bóbiás. Most meg fogom nézni, hogy mit csináltál, amíg nem voltam itthon. Nézzük. Itt mentem el otthonról. Tóbiás megy körbe, és ott a kanapénál kérdés, hogy felugrik-e, vagy sem. És felugrottál, Tóbiás! Ez komoly? Ez nem szabad! Mondjuk ez nagyon aranyos, hogy vár. 14:00-kor várja, hogy valami legyen. 10 perccel rá, megint felugrik Tóbiás. Ott figyel egy percen keresztül. Van egy olyan gyanúm, Bobszi, hogy te végig a kanapén voltál. 14:19-kor is fenn vagy a kanapén. Menjünk lejjebb. 14:49-kor a kanapé alatt fekszel éppen. Te körbe aludtad az egész helyiséget. Megint felmentél 14:54-kor. Mi ez a dolog itt? Hát eddig egy óra alatt négyszer jöttél fel a kanapéra. Szabad ilyet? Szabad ilyet, Bobszi? De látom azért jó kipihented magad. Bobszi, rájöttem valamire. Te egy átlagos kutya vagy, te egy unalmas kutya vagy, nem csinálsz semmi rosszat. Semmi rosszat nem csinálsz azon kívül, hogy feljössz a kanapéra, ahol nem szabadna feljönnöd. Ez a legnagyobb titkolnivalód előlem? Hát én azt hittem, hogy te itt cukákkal fogsz partizni, meg hívod át a spanokat, és így közben tekeritek a joyát, meg iszátok a beluga vodkát. Hát én azt hittem, hogy te ilyen nagy menő kiskutya vagy távol létemben. Hogy van ez, hogy átlagos vagy? Én sokkal több rosszaságra számítottam Tobi részéről. Be kell, hogy valljam, hogy nem olyan, mintha rosszalkodna Tóbiás, azon kívül, hogy feljön néha a kanapéra, de hát legyen ez a legnagyobb gond, hogyha ez a legnagyobb gondunk Tóbiással, akkor nem is panaszkodom, mert tudom, hogy vannak olyan kutyák és olyan gazdik, akik hát már sírni tudnának azoktól a károktól, amiket a kutya okoz a gazdi távollétébe. Szerencsések vagyunk. Minden esetre vicces így visszanézni. Ma estére még egyébként hagyom, hogy így aktiválódjon, amikor mozgást érzékel maga a kamera, és megnézzük este, hogy pontosan mit csinál a Tobi, hányszor kell fel egy este alatt. Ahogy látjátok, Tóbiás 3:00-kor felkelt és ment egy kört a konyhában, majd pedig visszafele a kanapéra ugrott fel, ahol úgy döntött, hogy este ott elalszik. Néha-néha persze felkelt, és reggel többször kezdett el pózt váltani, mindaddig, amíg egyszer csak meg nem unta, és leugrott és befeküdt a saját ágyába, hiszen tudta, hogy nem sokára jön a gazdja, és nem találhatja őt a kanapén, majd pedig, amikor a gazdi megjött, nagy farokcsóvával várta őt, és kezdődhetett az új nap. Nos, hát köszönöm szépen, hogy itt voltatok és megnéztétek ezt a videót. Szerintem nagyon hasznos tud lenni egy ilyen jutalomfalat adagoló, és ezt nem csak azért mondom, mert szponzorált ez a videó. Tényleg meggyőzött engem, nagyon jó látni egyébként, hogy Tóbiás miket csinál, és hogyha esetleg egy rosszabb kutyám lenne, és nem Tóbiás lenne az én kutyám, akkor lehet, hogy még pont időben rá tudnék szólni, mielőtt szétszedné mondjuk a bútort, vagy a telefonkábel szétrágná, és ezáltal elmenne a wifi. Lehet, hogy pont ennyi kell ahhoz, hogy rá tudjak szólni, hogy haló, nem. Úgyhogy én ebben tökre látok potenciát, és örülök is, hogy kiküldték ezt nekem tesztelésre. A jutifalat adagolóról megtaláljátok a linket a leírásban, illetve a kommenteket is szoktam olvasni, úgyhogy nyugodtan kommenteljetek bármit szeretnétek kommentelni, kivéve az, hogy te most első vagy, vagy az, hogy szar, pont, és nem mondod meg, hogy miért szar. Építőkritikát is várok, videóajánlásokat is várok, bármit, amit tényleg így szeretnétek kiadni magatokból. A következő videóban találkozunk, sziasztok!